A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg majd augusztus 20-án. Az elmúlt 154 év legszokatlanabb júliusa volt az idei, a legmelegebbnek és a hetedik legszárazabbnak adódott. Izrael mindent elérhetett Gázában, amit katonailag tud, és a Gázában fogvatartott húszokat csak megállapodással lehet kiszabadítani, vélekedtek a szakértők. Donald Trump volt amerikai elnök és republikánus jelölt, telefonon beszélt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő csaknem 5 kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik majd meg augusztus 20-án. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz, közölték a szervezők. Azt írták, hogy az idei Szent István napi tűzijátékot tűzmozsár, kartács, római gyertya, görög tűz, szikraszökőkút és lángefektek teszik majd látványossá. A több mint 29 ezer pirotechnikai terméket mintegy 500 indítási pontról, köztük 9 folyamiuszájról, 65 pontról, a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról lövik majd a magasba a szakemberek, akik 6 hónapja készülnek az eseményre. A közlemény szerint a tervezők kiemelten ügyeltek arra, hogy a minden korábbinál szélesebb, csaknem 5 kilométernyi látványtéren a Dunapart bármely pontján állva közel azonos vizuális élményben részesüljenek a vendégek. Mindez igaz a tűzijátékot kiegészítő drónshowra is, amelyben 1300 pilóta nélküli repülőeszköz jeleníti meg a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit. Az elmúlt 154 év legszokatlanabb júliusa volt az idei. A legmelegebbnek és a hetedik legszárazabbnak adódott, írta a Hungaromet a honlapján közölt tanulmányban. Az elemzésben azt vizsgálták, hogy a júliusi középhőmérséklet és csapadék összeg országos átlaga együttesen mennyire volt extrém az elmúlt 154 év júliusai között. A tanulmány szerint a legmelegebb július az idei volt, a leghidegebb pedig az 1913-as. A legszárazabb július 1952-ben volt, akkor mindössze 13,83 mm eső esett. 2024-ben ez 22,23 mm volt. A legcsapadékosabb július az 1878-as, amikor 173 mm eső esett. Az elemzés szerint az idei július volt az elmúlt 154 év legextrémebbje, vagyis a hőmérséklet és csapadék együttes elemzése alapján a legszélsőségesebb, az extremitást pedig a kiugró a magas hőmérséklet és az alacsony csapadék összeg okozta. Stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az év 32. hetében a koronavírus örökítő anyag országos átlag koncentrációja stagnál. Hozzátették, a mintavételi helyek többségét is stagnálás jellemzi. Emelkedést tapasztaltak 7 mintában. Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén, a budapesti agglomeráció településein, Kaposváron, Kecskeméten, Székesfehérváron, Szombathelyen és Veszprémben. Csökkenést két városban, Szekszárdon és Zalaegerszegen figyeltek meg. A tájékoztatás szerint a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja Budapest központ és Dél-Idei-Szem, valamint Szegeden, Pécsen, Debrecenben, Miskolcon az emelkedett, Salgótarjánban, Egerben, Nyíregyházán, Szolnokon, Békéscsabán, Kecskeméten, Tatabányán, Székesfehérváron, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Veszprémben és Budapest északi telepén, továbbá az agglomerációban a mérsékelt, máshol pedig az alacsony tartományba esik. Külföldi híreink. A New York Times magasrangú amerikai tisztségviselőket idézett, akik azt mondták, Izrael mindent elért Gázában, amit katonailag el tud érni, és a Gázában fogvatartott túszokat csak megállapodással lehet kiszabadítani. A tisztségviselők szerint a folyamatos bombázások csak növelik a civilek veszélyeztetését, miközben a Hamász további gyengítésének lehetősége csökken. A kormány biztonsági forrásai szerint az izraeli hadsereg nagymértékben meggyengítette a Hamászt, de soha nem tudja teljesen felszámolni. Az izraeli hadsereg által közzétett számok szerint a háború kezdete óta mintegy 14 ezer terroristát öltek meg vagy tartóztattak le Gázában, köztük a Hamász katonai szárny vezetésének körülbelül a felét.
Az Iran International arról számolt be, hogy az iráni bankokat kibertámadás érte. A jelentés szerint a jegybankot, valamint az ország számos más bankját is megtámadták. Becslések szerint ez lehet az egyik legnagyobb kibertámadás, amelyet valaha is végrehajtottak állami infrastruktúra ellen Iránban. Az országban lévő ATM-eken elhelyezett üzenetben a következő állt. Jegybanki közlemény. Kedves polgárok, nem lehet pénzt felvenni, mert a teljes nemzeti költségvetést és forrást a korrupt rezsim háborús ügyeire költöttük. Elnézést. Külföldi riportok szerint Izrael korábban kibertámadásokat hajtott végre Irán infrastruktúrája, köztük vasútállomások és benzinkutak ellen. A Kán közszolgálati műsorszolgáltató riportja arról számolt be, becslések szerint elképzelhető, hogy Irán és meghatalmazottai Izrael elleni támadása azért nem történt még meg, mert Teherán és a Hezbollah terrorszervezet közös előkészületei a támadás jellegére vonatkozóan még nem fejeződött be. 12 évi börtönbüntetésre ítélte a Jekatyerinburgi Bíróság Kesznia Karalina orosz-amerikai kettős állampolgárt, akit hazaárulásban talált bűnösnek, mivel egy Ukrajnát támogató jótékonysági szervezetnek juttatott adományt. A Los Angeles illetőségű fürdő alkalmazotta zárt tárgyaláson elismerte az ellene felhozott vádat a bíróság előtt, amely júliusban a Wall Street Journal újságíróját, Evan Greskovicsot kémkedés miatt ítélte el. A Karalina ellen folyó vizsgálat a bíróság szerint megállapította, hogy a nő 2022. február 24-én Oroszország Ukrajna elleni katonai inváziójának első napján utalt át pénzt, amelyből az ukrán hadsereg számára vásároltak gyógyászati eszközöket és katonai felszerelést. A támogatói szerint Karalina 51,80 dollárt, 18 ezer forintot utalt át a New York-i székhelyű Razon for Ukraine jótékonysági szervezetnek, mely ukrajnai gyermekeknek és időseknek nyújt humanitárius segítséget. A szervezet tagadja, hogy katonai célra nyújtana támogatást Kijevnek. Holtan találták meg a szerdai franciaországi vadászgép baleset két eltűnt pilótáját. A francia légierő két Rafale típusú vadászbombázója gyakorlatozás közben ütközött össze szerda délután Lotaringia környékén, Nancy-től nem messze. Az egyik gép pilótájának sikerült katapultálnia, a másik gép tanuló pilótája és az oktatója után nagyszabású keresést indítottak. Emmanuel Macron francia elnök később a közösségi oldalán jelentette be a két pilóta, egy százados és egy hadnagy halálát. A gép roncsait egy nagy feszültségű távvezeték által átszelt fás vidéken találták meg, több órán át tartó kutatás eredményeként. A szerencsétlenül járt harci gépek a Saint-Dizier-i légitámaszpontról szálltak fel. A baleset lehetséges okáról egyelőre semmit sem közöltek a francia hatóságok. Az Európai Bizottság Egészségügyi Szükséghelyzet Reagálási Hatósága több mint 175 ezer dózis vakcinát adományoz az afrikai országoknak a majomhimlő elleni küzdelemre, olvasható a testület héten kiadott közleményében, melyben hozzáteszik, hogy az oltóanyagok régiós elosztásáról az Afrikai Járványügyi és Betegség Megelőzési Központ dönt majd. A döntés értelmében az Addis Abebai székhelyű szervezet összesen 175.420 dózist kap a Bavaria Nordic nemzetközi vakcinagyártó oltóanyagából. A vállalat pedig ezen felül további 40.000 dózist is adományoz a Hérának. Ez az egyetlen olyan vakcina a világon, amelyet mind az Egyesült Államok élelmiszer és gyógyszerfelügyelete, mind pedig az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezett. A közleményben hozzáteszik, hogy a Héra emellett 3,5 millió euró támogatást ad az Afrika CDC-nek a vírus további vizsgálatához és diagnosztizálásához. Az egészséget fenyegető veszélyek nem ismerik a határokat. Ma viszont az Európai Bizottság, az Afrika CDC és a Bavarian Nordic együttműködésének köszönhetően mintegy 215 ezer vakcinát bocsátunk a járvány által leginkább fenyegetett országokban élők rendelkezésére. Szögezte le közleményében Stella Kirikaidis, uniós egészségügyi biztos. Hozzátette, továbbra is készek közösen, határokon átívelve szembenézni az egészségügyi fenyegetésekkel. Felszentelték és megáldották Nagy Boldogasszony ünnepén a Kolozsvár belvárosába a piarista templom elé visszaállított Mária oszlopot, Erdély második legrégebbi köztéri emlékművét. A barokk fogadalmi szobor a város legrégebbi köztéri alkotása, a magyar közösség és az egyházak összefogása révén évtizedes száműzetés után került vissza eredeti helyére, ahonnan a kommunista rezsim ideológiai okokból elköltöztette. Kerekes László gyulafehérvári római katolikus segédpüspök szentelte fel és áldotta meg a piarista templom búcsúja keretében. Szent beszédében hangsúlyozta, ahogy a középkorban a járványok idején
mai énközpontú világunkban is szükségünk van arra, hogy Máriára tekintsünk, az ő életét mintázzuk. Olák Emese alpolgármester beszédében rámutatott a Mária oszlop, a remény, a hit és a hála jelképe. Elmondhatjuk, hogy napjainkra ez a város visszanyerte egykori méltóságát, egy kicsit otthonosabbá vált mindannyiunk számára, ezáltal a funári hagyaték is homályosodni fog, fogalmazott. Donald Trump volt amerikai elnök és republikánus jelölt, telefonon beszélt Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel. A beszélgetés során megvitatták a gázai túsz és tűzszüneti megállapodást, jelentette Barack Ravid amerikai forrásokra hivatkozva. A hívásra egy nappal a dohai magasrangú amerikai, katari, egyiptomi és izraeli tisztségviselők részvételével megrendezésre kerülő csúcs találkozó előtt került sor, melynek célja a túszalkú megállapodást akadályozó Izrael és a Hamász között fennálló nézeteltérések áthidalása volt. A nyilatkozó forrás bár nem volt biztos benne, de azt állította, hogy a beszélgetés során Trump az alkú megkötésére biztatta Netanyahut. A miniszterelnöki hivatal elismerte a két fél közötti hívást, ugyanakkor sem Netanyahu hivatala és Trump kampánya nem adott ki közleményt annak tartalmát illetően. Azonban nem tagadták, hogy a hívás megtörtént. Híreinkről bővebben a brailleprice.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma, habár egy hidegfront megközelítette az országot, de végül elkerült minket, így marad a kánikula. Este többfelé kell zivatarokra számítani, a hőmérséklet pedig jellemzően 31 és 39 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!